Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól. Szeptember 30-ára és október 1-ére az indiai számítás szerint. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok. A mai napon is van két ilyen fontos jóga, majd erről beszámolok. De vannak az ujjaink jógái is, és ennek van gyógyító hatása. Mutatok egy gyakorlatot, ami segít fejfájásnál. A hüvelyk ujjat így befele tesszük, és ide jön a gyűrűs ujj, azon kívül a mutató ujj és a középső ujj. A kis ujjunk így kifele marad. Amikor belélegzünk, akkor kicsit összenyomjuk az ujjainkat középen, kilélegezésnél pedig elengedjük. És így feltöltjük energiával. Miután ez megtörtént, körülbelül úgy 10-szer készíthetitek ezt a ki- és belélegzést, utána a kis ujjal oda fogtok vezetni, ahol a fejfájás van. Vagy a saját fejeteknél így, vagy ez a gyakorlat segíthet másoknak is fejfájás esetén. Mutatom a gyakorlatot. Úgy körülbelül 10-szer ismételd meg, és akkor a kis ujjaddal arra a helyre mutass, ahol fáj a fejed, vagy nálad, vagy a társadnál, vagy valaki másnál, hiszen segíthetsz másoknak is. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Mint mondtam, a mai napon van két fontos jóga. Az egyik a holdra vonatkozik, egy Kema-Truma jóga. Az szimbolizálja, a hold szimbolizálja az anyukát, az anyai érzelmeket, az lehet, hogy most hiányzik a kapcsolat. De a hold jelenti általánosságban az érzelmeket is, és a mai napon úgy hat ki, hogy nem engedjük azt meg, hogy mások befolyásolják az érzelmeinket. Vagy az is lehet, hogy mások nem mutatják ki az ő érzelmeiket. Az indiai számítás szerint a hold az a Szkorpión jegyében van, ahol a hold nem érzi jól magát. Tehát itt nehéz most egy kapcsolat az édesanyával, vagy vannak fájdalmas emlékek, vagy nehéz a mai napon és holnap is, tehát 30-án és október 1-én nehéz érzelmekről beszélni. A holddal szemben van a Bika jegyében Mars bolygó. És Mars bolygó a hold egy opozíciót képez, ami szemben áll. Tehát itt tükröződik valami. A férfiak, hiszen Mars bolygó utal a férfiakra, bele kellene, hogy nézzenek ebbe a tükörbe, hiszen a hold tükröz számukra valamit. Ez lehet a kapcsolat az anyukával, vagy utal az érzelmekre. Mivel szemben állnak a hold és Mars bolygó, ez olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat, ne túl sokat, ne túl keveset, érzelmeket kimutatni, de nem szabad eltúlozni. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sors, döntő, döntések, találkozások, változások.
Szaturnusz bolygó kapcsolatban van Mars bolygóval, tehát kihat a férfiakra. Mivel mindkettő a Föld elemében van az indiai számítás szerint, Szaturnusz bolygó a Bak jegyében, Mars bolygó a Bika jegyében, itt megvan a harmónia. És az is fontos, különösen a férfiaknak, hogy rendezzék az anyagiakat, meg legyen a biztonság érzete, a párkapcsolatot illetően is. A mai napon van még egy fontos jóga, mégpedig a Kedara jóga. És ez a Kedara jóga azt jelenti, nem csak a férfiakra vonatkozik ez, hanem ránk, hölgyekre is, hogy mennyire fontos a biztonság érzete. Az anyagiak terén, a munkát illetően, a párkapcsolatban is. Azt is jelentheti ez a Kemadruma jóga, hogy most olyan nyugodtak vagyunk, nem sietjük el a dolgokat. Az indiai asztrológiában vannak a holdházak. Szeptember 30-án a hold az Anuradha holdházban van, és az azt jelenti, ha most indítasz valamit, ez sikereket fog jelenteni számodra. Október 1-én a hold áttér a Cseszta holdházba. A holdnak van 27 felesége. Ez a 27 nő, ez tulajdonképpen ezek testvérek. És Cseszta az az idősebb a testvérek között. De ez nem egy idős hölgyet jelent, hanem egy valakit, akire a más testvérek felnéznek. Hiszen megvan az élet tapasztalata, jó tanácsokat tud adni. És pontosan ez várható október 1-én. Vagy nálunk van meg ez a tapasztalat, ez a bölcsesség, vagy valaki ad egy jó tanácsot számunkra. Ez lehet egy idősebb hölgy is. Október elején, október 1-én Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad, előre haladnak az események. Itt lesz mozgás, itt lesz kommunikáció a következő napokban. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!